A PMFC MB2-es labdarúgó csapata a DVTK együttesét látta vendégül a Merkantilbank Liga 5. fordulójának záró mérkőzésén. Weitner Ádám tanítványai 2 győzelemmel és 2 döntetlennel várták a diósgyőriek elleni találkozót, míg a vendégek a rossz rajtot követően 2 legutóbbi meccsük után győztesen hagyták el a pályát. A pécsieknél Kovács betegség, Terbe és Hegedűs pedig továbbra is sérülés miatt hiányzott, míg az eredetileg kezdőbe nevezett Hadaró nem tudta vállalni a játékot. A 2 szurkoló tábor között híresen jó a viszony, így remek hangulatban kezdődött a találkozó. De az 5. percben egy szerencsétlen találat miatt hátrányba került a Pécs. Farkas távoli lövése irányt váltott Takácson, és a labda Helesfai mellett a háló bal felébe pattant. Majd Katona kísérlete szállt el a keresztléc felett. A 17. percben egy szöglet után Makrai elé került a labda, aki kissé jobbról kapura is lőtte, védésre kényszerítve Danilovicsot. A 19. percben aztán Szatmári lerántotta Tóth Gábor Kristófot a 16-oson belül. A védő piros lapot kapott, míg a PMFC büntetőhöz jutott. A labda mögé maga sértett állt, és laposan a jobb alsóba gurított. A pécsi támadó szezonbeli 3. góljával egyenlítettek a házigazdák. A 24. percben pedig Harsányi szintén idénybeli 3. találatával már át is vette a vezetést Weitner Ádám együttese. Nem sokat vártak azonban a válasszal az emberhátrányban játszó vendégek. 2 perccel a pécsi gól után szőke labdájára hiába vetődött jó irányba Helesfai nem tudta kitolni azt, és ezzel egyenlített a DVTK. Majd Katona lapos beadását Tóth Gábor Kristóf védője szorításából rúgta kapura, az ígéretes helyzet nem sokkal ment fölé. A 36. percben egy szabadrúgást Kesztyűs tekert középre, ahol az egyedül maradó Tóth Gábor Kristóf a kapu bal alsó sarkába fejelt, megszerezve idénybeli 4. gólját, így újra átvette a vezetést a PMFC. Az első játékrész hajrájában még futó bedobása nyomán Rácz fejelt a keresztléc fölé, míg a vendégektől Bertus kísérlete szállt nem sokkal mellé. A nagyszünetre 3-2-es előnnyel mehetett Weitner Ádám együttese. A fordulást követően futó helyett Kocsis folytatta csereként. A 49. percben újra egyenlítettek a vendégek, Lukács gurított az üresen maradt hálóba, 3-3-ra módosítva az eredményt. Majd később Katona éles lövését tolta ki bravúrosan Danilovics a keresztléc alól, míg a másik oldalon Eppel ajtóablak zicserben rontott. A 69. percben Harsányi erős lövése szállt védhetetlenül a jobb felsőbe, ráadásul ezzel ő is szezonbeli 4. találatát szerezte meg, és beállította a 4-3-as végeredményt. Voltak azonban még izgalmak ezek után is. A 74. percben 2-es emberelőnybe került a Pécs. A 2 perccel korábban becserélt Olának mutatott fel egyből piros lapot a játékvezető. A 83. percben pedig Makrai jobb külsős lövését tolta kivetődve a miskolciak kapusa. 3 perccel később Niki Cser beadása megpattant egy vendégjátékoson, de Danilovics óriásit védett a léc alól. A 88-ban Kocsis majd Niki Cser lapos lövését tolta ki nagy bravúrral a miskolci kapus. Még a 92. percben Kónya szerzett meg egy labdát az ellenfél 16-osának közelében. Tóth Gábor Kristóf elé tálalt, aki takarásból mellé gurított. Hazai pályán elért újabb sikerével ismét visszalépett a Merkantilbank Liga tabellájának 3. fokára a PMFC, ráadásul továbbra is veretlen Weitner Ádám együttese a bajnokságban. Hát erős derbi volt az eleje, sok volt a gólváltás, amiből igazából 2 kiállítás is tarkította a mérkőzést. Úgy gondolom, hogy a csapatom próbált futbolozni, alakítottunk ki helyzeteket, meg volt az a csapategység, amivel egy ilyen jó csapatot le lehet győzni, és végén győzteseként hagytuk el a pályát, ami üdvözítés, nem örülök neki. Az emberek mindig álmodoznak, most gondolni nem gondoltam, meg nem is volt ilyen a fejemben. Lépésről lépésre haladunk, edzésről edzésre, próbáltunk mindenkit beilleszteni, próbáltunk csapategységet kovácsolni. Nagyon, ahhoz képest tényleg sok pontunk van, ez a sok munkának köszönhető, aminek nagyon örülök, de még az út felén is járunk. Gratulálok ellenfélnek, meg szurkoló, mindenkitől szurkoló tábor.
jó volt látni, ilyen a jó hangulat volt meccsen, de saját maga vertük meg. Szerintem sokkal jobban voltunk elején is, 10 emberek is. Nagyon sajnálom már, hogy 0 pontja maradjunk, mert minimum mix megérdemeltünk. Folytatás augusztus 28-án vasárnap 17:30-től az Aquitál FC Csákvár vendégeként.